Megtartották a vasárnapi istentiszteletet abban az amerikai keresztény templomban, ahol a hét közepén egy fiatal fehér férfi rasszista indítatásból megölt 9 afroamerikait. Közben ismeretlenek Detroitban és Philadelphiában is tüzet nyitottak egy-egy utcai parti résztvevőire. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Egy detroiti kosárlabda pályán rendezett partin nyitott tüzet egy fegyveres a résztvevőkre, akik között több gyerek is volt. Egy embert megölt, 9-et megsebesített, 3-an súlyos állapotban vannak. Csodával határos, hogy gyerekek nincsenek a sebesültek között. Az én gyerekeim is itt voltak. Rémisztő, hogy a feketék egymást gyakolják a nagy semmiért, mondta egy szemtanú. Sajtóhírek szerint a fegyveres kifejezetten egy emberre vadászott. Ez hihetetlen. Erre egyszerűen nincs mentség, fakadt ki a detroiti rendőrparancsnok helyettese. Egy szombatesti utcai parti résztvevőire nyitott tüzet egy fegyveres Philadelphiában is. 7 embert megsebesített, köztük egy másfél éves és egy 11 éves kislányt, valamint egy 13 éves fiút. Este 10-kor nagy buli volt. Jó volt az idő, az emberek grilleztek, sok gyerek volt az utcán. Ekkor fordult be valaki a sarkon és lőni kezdett, mondta a rendőrség szóvivője. A fegyveres állítólag válogatás nélkül lőtt az emberekre. New Orleansban egy bűnöző egy 45 éves rendőrrel végzett. Az egyenruhás éppen a börtönbe szállította a férfit, amikor az eddig tisztázatlan körülmények között megölte a rendőrt és elmenekült a rendőrségi járművel. Egyelőre nem tudni, honnan szerzett fegyvert, ugyanis nem a rendőrpisztolyát használta. Az Egyesült Államok még a szerdai tömegmészárláson sem tette túl magát. Egy fiatal fehér férfi rasszista indítatásból egy afroamerikai keresztény gyülekezet tagjaira nyitott tüzet Charlestonban, miután egy órát töltött velük a Biblia iskolában. 9 ember meggyilkolása miatt emeltek ellene vádat. Az ügy miatt ismét fellángoltak a viták a fegyvertartás szabályozásáról.